Ez az a ház a Pécsi-Zsolnai úton, ahová tűzoltókat riasztottak augusztus 24-én. Azonban az oltás során kiderült, hogy súlyos bűncselekmény helyszíne az ingatlan. Tűzoltást végző kollégák a helyszínen holtan találták a tulajdonos 94 éves idős bácsit. A protokoll szerint ilyenkor a rendőri egységek érkeznek a helyszínre, akik az igazságügyi orvos szakértővel megállapították, hogy a halott férfin idegenkezűségre utaló nyomok, sérülések találhatóak. Többek között fejet ért, több sérülés, bordatörés, hátcsonttörés és a nyakon erős folytogatás nyomait is megállapították. Különös kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosság, ezt mondta az esetről Harmati Béla. A bűncselekmény elkövetése után a tettes megpróbálta felgyújtani a házat, így akarta a nyomokat eltüntetni, ami csak részben vezetett eredményre. A nyomozás több verziójának az egyike az volt, hogy a környéken élő hajléktalan vagy félhajléktalan életmódot folytató embereknek az ellenőrzése, elszámoltatása és az velük kapcsolatos adatgyűjtés megtörténjen. Összehangolt adatgyűjtés eredményeként a tegnapi nap délutánján terelődött a gyanú óvendel pécsi lakosra, aki egyébként többszörösen büntetett előéletű 34 éves férfi. Őt tegnapi nap délutánján elfogták kollégáim, és a lakcímén kutatást végeztek. A férfi csak aludni járt haza, napjait az utcán töltötte, ezért a félhajléktalan életmód kifejezést tudtuk meg a főkapitány helyettestől. A gyanúsított házában tartott szemle eredményes volt, ahol az elhunyt értéktárgyaira bukkantak. Ilyen tárgy volt egy televízió és egy fali ingaóra. A nyomozati cselekmények során ezen kívül az intézkedés alá vont férfi vérgyanús anyaggal szennyezett ruházatát, lábbeliét is le sikerült foglalnunk. A 34 éves férfi által lakott ingatlanban megtartott szemle adatai alapján már megalapozottá vált a gyanú az emberi és bűncselekmény vonatkozásában. A férfit ezért előállítottuk, majd ezt követően gyanúsítottként kihallgattuk. Minősített emberi és büntet elkövetésével gyanúsítjuk. A férfi gyanúsítása ellen panasszal nem élt, viszont vallomást nem tett. Ezt követően őrizetbe vétele mellett előterjesztést tettünk a Baranyavár megyei főügyészség irányába a letartóztatására. Augusztus 26-án történt az őrizetbevétel, így a rendőrök 48 órán belül elfogták a feltételezett tettest. A rendőrségi vezetők kérdésre elmondták, hogy készpénzt nem vitt el a helyszínről az elkövető, pedig a házban bezacskózva több százezer forintot találtak a helyszíni szemle során.